Tisztelt egyházi és világi előkelősége, tisztelt hölgyeim és uraim! A Magyar Tudományos Akadémia filozófia és történettudományok osztályának nyilvános ülését ezennel megnyitom. Mivel gondolom sokan nem ismernek, bemutatkozom, Solymosi László vagyok. Hunyadi György osztályelnök úr felkérésére én vezetem ezt a ülést. Egyetlen napirendi pontunk van, Adriányi Gábor, az akadémia külső tagjának székfoglalója. Glac Ferenc, Orosz István és jómagam ajánlására a második osztály akadémikusainak ülése jelölte Adriányi Gábor professzor urat külső tagnak, és az osztály ajánlására végül az akadémikusok gyűlés 2016 májusában megválasztotta külső tagnak. A külső tag és minden választott akadémikus kötelezettsége az, hogy egy éven belül székfoglaló előadást tartson. Erre kerül most sor. Felkérem Adriányi Gábort, hogy tartsa meg székfoglaló előadását. Előadásának címe, miként a kivetítésen látható, Magyar Kormány intervenciója az első vatikáni zsinaton 1870-ben. A fiatalon, liberális hírben álló 9. Pius a fáma szerint házában még a macskák is liberálisak voltak, nella casa ma stai sono anche i gatti liberali, de a valóságban csontja Valerii konzervatív pápa 1864-ben elhatározta, hogy 319 év után egyetemes zsinatot hív össze. Mint annak idején a trentói zsinat a reformáció ellen akart gátat emelni, úgy most egy egyetemes zsinatnak kora az egyházat támadó eszméit, úgynevezett tévedéseit volt hivatva leküzdeni. 1864. december 8-án kiadta Quanta Cura kezdetű enciklikáját, és ehhez egy jegyzéket, syllabust, syllabus errorum, a tévedések jegyzékét csatolta. Ebben korának 80 úgynevezett tévedését sorolta föl, és bélyegezte meg. Köztük nem csak akkor divatos izmusait, mint a panteizmust, a naturalizmust vagy a laicizmust, hanem a már Európa modern államaiban diadalra jutott liberalizmus is elvetette annak követelményeivel együtt, így például a sajtó, vélemény, kultusz és gyülekezeti szabadságát, vagy az egyháznak az államtól való elválasztását. A bekövetkezett nemzetközi felháborodás óriási volt, nem csak politikai körökben, hanem az egyház berkeiben is. Az enciklika kiadása előtt Pius két nappal, tehát látható az összefüggés, 1864. december 6-án 21 római kuriális bíboroshoz intézett kérdést egy egyetemes zsinattal kapcsolatban. Ellene határozottan ketten nyilatkoztak, de többnek súlyos kétségei, fenntartásai voltak. Ennek ellenére felállított Pius azonnal egy bizottságot, amely már 1865. március 9-én javasolta a világegyház jelentés főpásztorainak a konzultációját is. A 24 megkérdezett püspök között,
között volt Szitovszky János bíboros, Magyarország herceg primása is. Ő 1865. december 5-én válaszolt a nyáron hozzá eljutatott kérdésre. Levelében hivatkozik a magyar püspökökre is, tehát nyilvánvalóan konzultálta őket. Válasza egyöntetű volt. A jelenlegi állapotok nem csak Európában, de a tengereken túl is nem teszik kívánatossá, sőt lehetővé egy egyetemes zsinat tartását. A magyar püspökök pedig, mint az országgyűlés tagjai, mivel az ország jelentős politikai változások előtt áll, a kiegyezés előestéjén vagyunk, nem hagyhatják el az országot. Jelenlétük mind politikai, mind egyházi szempontból elengedhetetlen. A zsinatot tehát más, jobb időkre kell halasztani. Mint ismeretes, 9. Pius nem tette magáévá sem Szitovszky, sem más püspök aggodalmát, hanem 1867. június 26-án bejelentette a zsinatot, és 1868. június 29-én, 1869. december 8-ára Rómába össze is hívta. Ezzel megindult az egész nemzetközi sajtóban és a politikai életben a vita és a találgatás, mi célja is lehet a zsinatnak. Ebbe a felpezsdült légkörbe robbant bele a római jezsuiták által szerkesztett Civiltà Cattolica 1869. február 6-i közlése, miszerint a francia katolikusok meggyőződése szerint a zsinat csak rövid ideig fog tartani, a zsinati atyák pedig a szillabusz tanítását és a pápai tévedetlenség tanát egyhangú akklamációval, vagyis felkiáltással fogják kihirdetni. Mint ma tudjuk, ez a hír úgy volt megrendelve Rómából. Giacomo Antonelli bíboros államtitkár utasította a párizsi nunciust, hogy kérjen egy közleményt a konzervatív Louis Veuillot által szerkesztett L'Univers lapban a francia közvéleményről. Ezt vette azután át a Civiltà Cattolica. A következmény ismert. A felháborodás a katolikus körökben is akkora volt, hogy a kor legjelentősebb egyháztörténésze, Ignác von Döllinger, Jánusz álnéven az Augsburger Allgemeine Zeitung világlapban egy sorozatot indított, majd brossúrában is kiadta Der Papst und das Konzil, a pápa és a zsinat címen, és ebben bizonyítékokat sorolt fel, hogy bizony akadtak az egyháztörténelemben pápák, akik nem csak a politikában, hanem a hit dolgában is tévedtek. Tegyük hozzá, ezek nem ex-katedra nyilatkozatok voltak. Megindult tehát a politikai, társadalmi életen kívül a szenvedélyes teológiai vita is. Hogyan vélekedett a magyar teológiai szakma a kérdésről? Szögezzük le, a magyar tévedhetetlenség szó 1871 a zsinat után keletkezett. Ha a témáról egyáltalán írtak, akkor a csalatkozhatatlanság szót használták. Márpedig a két fogalom nem azonos. A pápa is csalatkozhat, vagyis őt is félre lehet vezetni. De mint pápa tévedhetetlen. Az egész magyar teológiai irodalom
a pápa egyetemes joghatóságát és személyes tévedhetetlenségét nem ismeri. Amikor Simor János hercegprímás a zsinat után 1871. szeptember 8-án egy 94 oldalas körlevelet adott ki a magyar hagyományról a pápával kapcsolatban, és ebben 108 művet, illetve idézetet sorol fel, ezek között egy sincs, amelyik kifejezetten és félreérthetetlenül a pápa személyes tévedhetetlenségét mondta volna ki a hit és erkölcs dolgában. Megállapítható, hogy a magyar katolikus teológiai irodalom kizárólag csak az apostoli szentszék tanítóhivatalának, tehát nem a pápának személyes tévedhetetlenségét ismeri. Amikor 1862. március 19-én a francia püspökök nemzeti gyűlése 4 artikulusban szűkítette be a pápai joghatóságot és tévedhetetlenséget, Declaratio Clericali Cani, például, hogy a zsinat a pápa fölött áll, vagy pedig, hogy a pápa hitbeli döntései csak a világegyház beleegyezése után lesznek érvényesek, Szelepcsényi György prímás 1882. augusztus 8-án a magyar főpásztorok nevében nyilatkozatot adott ki. Ebben elítélte a gallikán tételeket, és megtiltotta azok hirdetését, Donec supereis prodierit infallibile apostolice sedis oraculum, vagyis míg azokról az apostoli szentszék biztos, tévedéstől mentes nyilatkozatot nem ad ki. Tehát Szelepcsényi nyilatkozata is csak az apostoli szentszék, és nem a pápa személyes tévedés mentességét, de nem tévedhetetlenségét vallja. A magyar püspökök jó része ebben az időben Bécsben végezte teológiai tanulmányait. Mit tanítottak akkor ott az egyetemen a pápai joghatóságról és tévedhetetlenségről? Idézzük az 1858-as esztergomi tartományi zsinat fejezetét a római pápáról, De Romano Pontifici. Professores monendi sunt ne instar certi dogmatis doceant Romani Pontificis infallibilitatem. Teljes magyar fordításban a nyilvános kánoni jogtanárait figyelmeztetni kell, nehogy mint egy biztos dogmatikai igazságot tanítsák a pápai tévedhetetlenséget, megemlékezve arról, amit Véron a hit regulájában ezekkel a szavakkal fejez ki. Nem dogma, non est de fide. Hogyha a római pápa valamit tanít, akár egy partikuláris, akár egy tartományi zsinaton, még az egész egyházat is szólítja meg, vagyis mit mondják, ex cathedra szól, azaz akkor is, ha az egyetemes zsinaton kívül tanít, akkor is a vitatott ügyek legfőbb bírája és tévedhetetlen lenne. Idézet zárva. A magyar püspökök Bécsben azt tanulták, mint ahogy Hajnad Lajos, kalocsai érsek 1871. szeptember 14-én káptalanjának kifejtette, ez a fotó 1870-ben a római zsinaton készült, hogy az egyházban a hitnek a szabálya a Magisterium Petro Apostolicum, vagyis az apostol utódok, a püspökök gyülekezete, Péter apostollal és utódaival együtt, akár mint egybegyűlt zsinati közösség, Ecclesia in unum collecta, akár mint szétszóródott gyülekezet,
ecclesia dispersa. Ezért a magyar püspökök úgy gondolták, egy hitbeli kérdés, mint a pápai tévedhetetlenség érvényes dogmává nyilvánításához elengedhetetlen a Magisterium Petro Apostolicum hozzájárulása. Milyen volt a viszonya a magyar püspöki karnak a kormányhoz? Tudva levő, hogy a püspökök a konzervatív politikai oldallal tartottak még akkor is, amikor 1825 után nyilvánvalóvá vált, hogy az ország jövőjét a liberálisok fogják irányítani, majd kézbe venni. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tragédiája után bevezetett önkényuralom megszabadította ugyan a katolikus egyházat a liberális nyomástól, bár Bécs politikai és vallási egyházi egységesítése, az olmüci oktrojált alkotmány és a konkordátum rányomta bélyegét a katolikus egyházra is, de az 1867-es kiegyezéssel és a liberális párt győzelmével visszaköszöntek a korábbi problémák. Újabb törvények tovább szűkítették a katolikus egyház eddigi jogait, de a magyar hivatalos egyháznak, mivel nem támaszkodhatott katolikus tömegekre, nem maradt más hátra, mint csendben meghúzódni és jobb időkben reménykedni. Prestolare in silenzio volt az egyház devizája egészen 1895-ig. Ennek egyházpolitikai vezéralakjai Simor Prímás és Hajnal érsekek voltak. Az ő vezetésük mellett jött létre egy hallgatólagos megállapodás a liberális kormánypárt és a katolikus egyház között, ami abban állott, hogy az egymást néha egy-egy konfliktus ellenére is kölcsönösen eltűrték. Ebben a szellemben jött létre egy szóbeli megegyezés a zsinat előestéjén a magyar püspöki kar és a kormány között, mikor is a püspökök 1869 nyarán garantálták, hogy Rómában semmi olyan döntéshez nem fognak hozzájárulni, ami a magyar katolikus egyház és az állam közötti fennálló viszonyt megrontaná. A zsinat Rómában 1869. december 8-án nyílt meg. Ezen 774 főpásztor között 15 magyar püspök vett részt, mindjárt kezdetben a zsinati atyák körében egy nagy népszerűsítő hadjárat indult meg annak érdekében, hogy a zsinat a pápa egyetemes joghatóságát és tévedhetetlenségét dogmatizálja. 1870. január 29-én már 380 zsinati atya fordult a zsinathoz egy beadvánnyal, és kérte a tárgy felvételét a zsinat tárgyalandó témái közé. A mozgató háttérben a jezsüiták úgynevezett római iskolája volt, nevezetesen négy jezsuita, egy olasz, Giovanni Perone, és három német, Joseph Kleutgen, Wilhelm Wilmers és Clemens Schrader. Ők már évek óta minden követ megmozgattak a tantételek dogmatizálásának érdekében. Így is történt. Már 1870. január 21-én megkapták a zsinati atyák az egyházról De Ecclesia szóló tervezetet, amelynek függeléke az egyetemes pápai joghatóságról és tévedhetetlenségről szólt. Egyelőre azonban a zsinat még négy egyházfegyelmi témáról, majd a katolikus hitről tárgyalt, de május 9-én lecserélte a zsinat vezetése
a meghirdetett és kiosztott témát az egyházról egy új témára, mely kizárólag a római pápáról és tévedhetetlenségéről szólt, De Romano Pontifice. A zsinat a vitát az új témáról május 13-án már meg is kezdte. Hogy viszonyult mindezekhez a magyar kormány? A magyar külpolitikát ebben az időben Andrássy Gyula miniszterelnök határozta meg. Ő ugyan katolikus volt, de felvilágosult liberális, mert csak ezért is elítéltek 9. Pius konzervativizmusát, még inkább azonban azért, mert politikai okokból jó kapcsolatot kívánt fenntartani az Egyesült Olasz Királysággal, a Savoyai házzal, és így fenntartásai voltak a pápai állammal szemben. De újat húzni magyar belpolitikai szempontból egyikkel sem kívánt. Ezért, amikor a zsinat előestén a nemzetközi politikai porondon különféle ellenzéki vélemények születtek meg a tervezett zsinattal kapcsolatban, Andrássy szigorúan semleges álláspontra helyezkedett és várta a fejleményeket. Ezek csak hamar bekövetkeztek. 1870. február 15-én megkezdődött a Magyar Alsóházban a Kultuszminisztérium költségvetésének a vitája. Ennek kapcsán a radikális ellenzéki párt képviselői Ludwig János, Gizi Kálmán és Pulszky Ferenc nem csak a minisztérium által kezelt katolikus alapítványi vagyon állami kézbevevését, vagyis államosítását követelték, hanem éles kirohanásokat is intéztek a vatikáni zsinat és a pápa ellen. A szenvedélyes vitának csak úgy lehetett véget vetni, a kormány egy képviselővel, ez Horváth Mihály volt, a 48-ban kinevezett csanádi püspök és történetíró. Javasoltatta egy parlamenti bizottság felállítását a katolikus alapítványi vagyonok felülvizsgálatára. De a javaslat 124 szavazattal 115 ellenében, vagyis csak 11 többlet szavazattal úgy lett elfogadva, hogy a kormány megszerezte, kérdőjel megvásárolta, az erdélyi 100 képviselők szavazatait. Nem kevésről volt szó. A vallásalap vagyonát Aponyi Albert kultuszminiszter 1911-ben több mint 100 millió aranykoronában jelölte meg, míg a tanulmányi alap 56 millió 700 ezer aranykorona vagyonnal rendelkezett. A helyzet még rosszabbra fordult, amikor 1870. március elején híre járt annak, hogy Simor Prímás és a magyar püspökök egyik a másik a felhagy eddigi ellenzéki magatartásával, és a zsinaton a többséghez csatlakozik. Az egész magyar társadalomban, a politikában és a sajtóban kialakult szenvedélyes vita a kormányt lépésre kényszerítette. 1870. március 18-án ezért a minisztertanács határozatot hozott, jellemzően a hivatalos jegyzőkönyv meg sem említi, hogy futárútján levelet küld Rómába a magyar püspököknek, és felszólítja őket, hogy a zsinatot tüntetőleg hagyják el. Az Eötvös József miniszter által szignált levél röviden így szólott.
Főméltóságú hercegprímás, kegyelmes uram! Ma tartott miniszteri tanácsülésünkben azon hír közöltetett velünk, hogy a magyar püspöki kar azon tagjai közül, kik a koncíliumban részt vesznek, többen azon többséghez szándékoznak csatlakozni, mely csalhatatlanság dogmájának és a szillabuszban felállított tanukat elfogadva a katolikus egyházat oly térre vezetné, melyen az állam és az egyház közötti összeütközések alig lennének elkerülhetők. Ám bár ezen hírnek hitelt adni nem akarunk, mégis mivel egy olyan úton jutott hozzánk, melyet figyelmen kívül nem hagyhatunk, nyilván az egyik püspök adta az információt. A minisztertanács kötelességemmel tette, hogy hercegségednek az aggodalmamat fejezzem ki, hogy egyházunk főpasztorai oly határozatokhoz járulnának, melyek az apostoli király százados jogaival, hazai törvényeinkkel, a nemzetnek általános nézeteivel alig lennének megegyeztethetők. Éppen azon állás, amelyel a katolikus egyház hazánkban rendelkezik, s melynek fenntartása meggyőződésünk szerint az egyháznak és az országnak egyaránt érdekében fekszik, és azon körülmény, hogy a legfontosabb és a katolikus egyház jövő állására leglényegesebb kérdések, például a püspökök törvényhozási befolyása, az autonómia, a vallásszabadsági törvény, stb. Most kerülnek törvényhozás elhatározása elé, kettősen kívánatossá teszik, hogy minden elkerültessék, mit egyházunk ellenei új megtámadások ürügyén használhatnának. Nem hallgathatom el meggyőződésemet, mely egyszer s mint a kormánynak, sőt mondhatnám, csak nem az ország minden katolikusának meggyőződése, hogy hercegségednek és az egész püspöki karnak visszatérése hazánkba soha nem volt kívánatosabb, sőt szükségesebb, mint a jelen pillanatban. Idézet vége. Ötvös miniszter ezúttal kérte egyúttal Horváth Boldizsár igazságügyminisztert, írja meg barátjának Kovács Zsigmond pécsi püspöknek egy személyes hangú levélben azt is, mit tárgyaltak meg a miniszterek a tanácsban és amúgy egymás között is. Ezt Horváth miniszter meg is tette, majd mindkét levelet Kovács Kálmán minisztertanácsnokra adták, aki testvérétől, Kovács püspöktől éppen egy meghívót kapott Rómába. Horváth miniszter levele rövidítve így szólt. Kedves jó Zsiga bácsi, midőm ezelőtt néhány nappal Kálmán bácsit meginvitálta Rómába, bizonyosan nem hitte, hogy Kálmán bácsi, mint országos futár jeleni meg Róma falai között, egy levelet adandó át, amelyet Báró Ötvös a minisztertanács megbízásából a herceg primáshoz intézett. A levél diplomatice van ugyan megírva, és csak a befejező sorokból lehet némileg következtetni azokra, amik a sorok közt foglaltatnak, de a magyar püspöki kar bölcsessége és hazafiúi érzülete úgy hiszem egész terjedelmükben meg fogja érteni ama levélből aggodalmainkat, valamint be fogja látni azt is, hogy azon állásnál fogva, melyet hazánk politikai intézményeibe elfoglal, és talán épp ez állás megmentése véget, nem vállalkozhatik sem kócevésre, sem pedig arra, hogy a bűvészet hallgatag tanúja legyen. Ha az infallibilitás tanát a dogmák közé iktatják, az alkotmányosságot a legmerevebb abszolutizmus váltja föl. Azok, akik az autokrata pápa iránt vak engedelmességgel tartoznak,
Magyarország törvényhozásának tényezői közt alig tarthatták meg helyüket. Hasztalan, sőt alaptalan az az ellenvetés, hogy a pápai hatalom csak a vallás belügyeire szorítkozik. Láttuk eddig is, és a szillabusz újabb tanúságot tesz arról, hogy ama hatalom a demarkacionális vonalat a vallás bel- és külügyei közt vagy nem ismeri, vagy nem is akarja respektálni. Tudjuk, számosan vannak hazánkban a katolicizmus ellenségei. Az sem tagadható, hogy nálunk több áll kockán, mint másút. Nagyobb csapás alig érhetett volna bennünket épp most a harcok küszöbén, mint a római kúria kurtalátásra és vakmerőségre nézve egyaránt bámulatos határozatai. Nem csak ellenségeink számát szaporítják, sőt, lefegyvereznek bennünket a támadókkal szemben. Csak egy van, ami megmenthetne bennünket a teljes tévúttól, és ez nem a meddő és előre láthatólag sikertelen opozíció, sem pedig a kapufélfától való búcsúzás, hanem hogy a magyar püspöki kar testületileg komoly, ünnepélyes és nyilvános tiltakozással hagyja ott Rómát, idézett zárva. A futár március 26-án érkezett Rómába, és azonnal átadta ötvös levelét Simor primásnak, és az igazságügyminiszter levelét Kovács püspöknek, aki azt azután a primásnak továbbította. Elképzelhető, hogy a két levél a magyar püspököket milyen izgalomba hozta. A futár ugyanis ráadásul még egy szóbeli üzenetet is hozott. Ha a püspökök nem engedelmeskednek a felszólításnak, számoljanak a teljes egyházi vagyon elvesztésével. Ez aztán hatott. A zsinati atyák egy nappal téve tanácskoztak a dilemma feloldásán. Ha tüntetve elhagyják Rómát és a zsinatot, szakadásba esnek. Ha pedig maradnak, elveszíti a magyar katolikus egyház vagyonát. A megoldást végül is hajnaldérsek találta ki, ha a kormány Rómában a zsinaton valamit el akar érni, akkor ne gondoljon a püspökök hazahívására, hanem az ellenzék erősítésére. Vagyis érje el, hogy a még Magyarországon maradt püspökök is Rómába jöjjenek. A püspökök avval is érveltek, hogy a zsinat elhagyása, még ha demonstratív is, semmit sem érne el. 12 püspök távozása 600 ellenében semmit sem változtat. Különben is a zsinat még semmit sem definiált. Az ellenzék erősítése révén azonban a francia és német ellenzékkel közösen vagy lehetőség lenne a pápai tévedhetetlenség kimondásának megakadályozására, vagy esetleg később a zsinat együttes elhagyására, amivel a zsinat egyetemes döntésének érvényességét vonná kétségbe. Andrássy miniszterelnök a püspökök válaszát elfogadta, bár nem értett vele egyet, és április 19-én felszólította azokat a magyar püspököket, akik nem mentek még Rómába, hogy vegyenek részt a zsinaton. A magyar kormány intervenciójáról természetesen hírt szerzett a nemzetközi diplomácia is. Maga Hajnald informálta Harry Arnim porosz követet március 26-án, aki avval zárta Berlinbe küldött jelentését, hogy az érsekőt arra kérte, amit mondott, felejtse el. De mielőtt ezt teszem, írta a követ, nem mulasztom el excellenciádat értesíteni. Ehe ich diesem Wunsch nachkomme, habe ich nicht unterlassen, wollen eure Exzellenz zu informieren.
Ezek után a magyar püspököknek nem maradt más hátra, mint a zsinaton a pápai tévedetlenség ellen a legerőteljesebben felszólalni. A legjelentősebb és egy órás beszédet Simor prímás május 20-án mondta. Mint prímás, a többi magyar püspök nevében is beszélt. Szólt arról, hogy ő is azok közé tartozik, akik esdve kérték, a zsinat ne tűzze ki tárgyalásra a tévedhetetlenség kérdését. Tette ezt ő nem a kormánytól való félelemből, hanem azért, mert a magyar egyháznak a kérdés dogmatizálásával sok veszteni valója van. Több százezer hívőt kell neki személy szerint is féltenie, megnehezíti az együttélést az országban több millió ortodoxal, és veszélybe sodorja a görög katolikus egyházat is. A trentui zsinat a tant nem definiálta, a zsinatok még az infallibilitas, tévedhetetlenség szót sem ismerik. Ezután kifejtette, mit tanított, és mit tanít ma is a magyar katolikus egyház a pápáról és az egyházról. Azt, hogy az egyházat az alaptól, fejétől elválasztani nem lehet. Ezt tanították a püspökök a híveknek, de a pápa tévedhetetlenségéről kifejezette sohasem szóltak. Meus populus sit sissus esse, a vera Christi Ecclesia, quicunque sissi sunt a fundamento, quicunque sissi sunt a capite vivo Ecclesiae. Hoc docuimus populum, sed di infallibilitate Romani pontificis in specie populum nostrum non docuimus. Szenvedélyes hangú beszédét avval fejezte be, az igazságot el kellett mondania, még ha a zsinati többség már más határozatot is hozott. Simor beszéde nagy hatást keltett, és az egyik magyar püspök francia szomszédjának mondta is, mint a francia követ jelentette, Bazon évek de Hongrie ne peut maintenant parler et agir autrement que notre prima. Vagyis egy magyar püspök sem beszélhet és cselekedhet ezután másképp, mint primásunk. Simort követték, mint hatásos szónokok a többi magyar püspökök, így Ranolder János veszprémi főpásztor is, a kép szintén 1870-ben készült fotó Rómában, a zsinat alatt. Ranolder veszprémi főpásztor azt mondta, az egyház csaknem 2000 évig tudott élni a pápai tévedetlenség nélkül, akkor élet nélkül lett továbbra is. Vagy pap Szilágyi József nagyváradi görög katolikus püspök, aki azt mondta, ha zsinati atyák kimondják dogmának a pápai tévedhetetlenséget, akkor Szent Péter kulcsával bezárják egyszer és mindenkorra az ajtót a nyugati és keleti egyház között. Félix Dupin-Loup orléani püspök naplójában igen dicsérte Bonnaz Sándor, Csanádi és pap Szilágyi beszédét, keményen bírálta a baltimóri érsek hozzászólását, kiemelve a magyar püspökök felsőbbségét. Bonaz, très bien, éloquence forte vraise, l'important, voir les deux hongrois, Baltimore, bien pauvre, vraie sottise, l'épiscopat hongrois, bien supérieur. Szabad fordításban, Bonaz beszéde igen jó, meggyőző erejű, igaz és jelentős. Lásd a két magyar, a baltimóri nyomorúságos, valódi ostobaságok. Mennyivel különbek a magyar püspökök? A következmények ismertek. A zsinat a Pastor Eternus Konstitúciót,
amelyet az utolsó pillanatban jobban, még jobban megszigorítottak, a pápa egyetemes joghatóságáról, sérvetetlenségéről július 18-án megszavazta. Ezt a 13 magyar és mintegy 80 ellenzéki püspök már nem érte meg, mivel abban a meggyőződésben már elutazott, hogy ezzel a szavazás érvényességét, mivel az erkölcsi egység hiányzik, kétségbe vonja. Tudjuk, tévedtek. A hazatért ellenzéki püspököket Róma egymás után rábírta, hogy vesse magát alá a zsinati döntésnek. Zárójelben. Az első vatikáni zsinat történetének legújabb szerzője, a jezsuita Klaus Schatz, nekem egy előadás után azt mondta, az ellenzéki püspökök a szavazás érvényességét kétségbe akarták vonni, akkor nekik ott kellett volna maradni Rómában, és nem elszavazni. Erre én azt válaszoltam, pontosan ezt látta be Hajnal Dérsek, amikor elutazva utitársának a vonaton, Dupin-Loup püspöknek azt mondta, Monseigneur, nous avons fait une grande faute. Monseigneur, mi nagy hibát követtünk el. Mi történt ezután? A kormány felújította 1870. augusztus 9-én a királyi placétum jogot, vagyis kormány engedély nélkül semmiféle római intézkedés rendeletet nem volt szabad az egyházban közzé tenni. Miért tette ezt a kormány? Jó lehet, a római döntés a sajtó révén közhírré vált, és mint Ferenc József széljegyzetei ötvös miniszter felterjesztésére bizonyítják, ezt egy rendelettel nem is lehetett megakadályozni. A magyar kormány a placetjog felújításával nem óhajtott mást, mint az ellenzék vitorlájából a szelet kifogni, és a püspököknek jogcímet adni arra, hogy a római határozat kihirdetését egyházmegyékben megtagadják. Jól írta a német ellenzéki püspök és zsinattörténész József Hefele 1870. november 11-én, Die Ungarn verschanzen sich hinter ihrer Regierung und dem Nonplatzet. A magyar a kormány és a nem tetszik jog mögé bújnak. De erre nem is volt szükség. A 13 ellenzéki magyar püspöknek római élményeik után egyelőre esze ágában sem volt a határozatokat kihirdetni. A deviza újra érvényesült, presto lare in silenzio, tűrni és csendben várni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egyház történet kiváló kutatója, Nagykanizsán született 1935-ben. Az államosításig a helybéli piarista gimnáziumban tanult, majd a Veszprémi kis szeminárium növendéke volt, annak megszüntetése után esztergomi ferenceseknél folytatta tanulmányait, és végül a budapesti Árpád gimnáziumban érettségizett. 1954-től a budapesti központi szeminárium növendéke. 1959-ben, amikor megtagadta a részvételt a Birkepapi értekezleten, a szeminárium előjárói számos kispappal együtt neki is megtiltották tanulmányai folytatását. Ezt követően semmiféle egyházi munkát nem végezhetett, még sekrestyésit sem. Megélhetését a Budapesti Orvostudományi Egyetem belgyógyászati klinikáján, majd az Egyetem Orvosi Fizika Intézetében kapott szerény állást biztosította. 1960-ban titokban pappá szentelték egy 16. kerületi villában. Bár már 1956 óta megfigyelés alatt tartották,
ügynökök jelentettek róla, ez most állandósult, provokációval, kihallgatásokkal igyekeztek csapdába ejteni. Minden jel arra mutatott, hogy államellenes összeesküvés címén személyét bevonják papok ellen készüli koncepciós perbe. Sokat mondó, hogy a róla készült utolsó aktába ezt jegyezték fel, letartóztatása előtt nyugatra távozott. Valóban 1961 tavaszán a Német Demokratikus Köztársaságba szervezett IBUSZ társaszutatással elhagyta az országot. Lipcsei szerzetesek konspiratív segítségével, kölcsönkapott német útlevéllel, alig 3 hónappal a berlini fal felépítése előtt sikerült átjutni a Nyugat-Berlinbe. Most már szabadon gyakorolhatta papi hivatását, és lehetőség nyílott arra, hogy mellette tudós tanára váljon. Adriányi Gábor ért a lehetőséggel. A budapesti teológiai tanulmányok kényszerű megszakítása után 2 éven át Rómában a Pápai Magyar Intézet növendékeként a Szent Tamás Egyetemen folytatta a tanulmányait, ahol 1963-ban teológiai doktorrá avatták. Disszertációját az 1855-ös osztrák konkordátum magyar vonatkozásairól írta. Ehhez a témához már itthon jelentős levéltári kutatást végzett, és ennek anyagát mellékesebben hártyapapíron vitte ki magával, amikor külföldre távozott. A prímási levéltárban és az országos levéltárban gyűjtött anyagot egészítette ki vatikáni és bécsi levéltári kutatással. 1966-ban megkapta a német állampolgárságot, és 1966 és 1968 között a Deutsche Forschungsgemeinschaft ösztöndíjasaként a vatikáni titkos levéltárban, Bécsben és Franciaországban kutatott. Ennek eredményeként Ungar und das Erste Vatikánum című értekezésével 1971-ben a Bonni Egyetemen, Rheinische Friedrich Wilhelms Universität katolikus teológiai karán habilitált, majd 1972-től az egyetem oktatója lett. 1976-ban kinevezték a közép- és újkori egyháztörténeti tanszékre, tanszékvezető egyetemi tanárnak, egyúttal az Egyháztörténeti Intézet igazgatójának. Megbízatását 2000-ig nyugdíjazásáig látta el. Ekkor professzor emeritus lett. Tanítványai közül 13-an doktoráltak, 3-an pedig habilitáltak. Alaposan kivette részét az egyetemi életben, dékán is volt, több bizottságot vezetett, kiterjedt oktatói tevékenysége nem korlátozódott a Bonni Egyetemre. Vendégtanár volt 1989 és 91 között a Toulouse Egyetemen. A rendszerváltozás óta aktívan részt vett a hazai tudományos életben és felsőoktatásban. Számos hazai konferencia előadója, jelentős munkát végzett a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete OTKA pályázatonak megvalósításában. Ennek témája a katolikus egyház zsinata és nagygyűlései Magyarországon 1790 és 2010 között. Oktatói tevékenységet a Veszprémi Teológiai Főiskolán, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytatott, ahol 1996 és 1211 között Gergely Jenő tanszékvezető és Erdődi Gábor tanszékvezető felkérésére minden tanév első fél évében egyháztörténeti előadásokat tartott. Az egyetem rektora 1999-ben egyetemi magántanárra nevezte ki. Kezdettől fogva a tagja a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Szerkesztőbizottságának. Adriányi Gábor fő kutatási területe a katolikus egyház történeti Magyarországon. Azon belül a magyar katolikus egyház speciális történeti problémája a 19-20. Században. Több mint 30 európai levéltárban kutatott. Tudományos munkássága túlmutatta szükebb értelembe vett egyház történeten, hiszen politikai társadalmi kérdésekkel is foglalkozik. Nagyon termékeny, több mint 300 tudományos tanulmányt köztük tanulmányt írt, az önöket magyar történelmi témából. 16 önálló könyvet írt, köztük 8-at
német nyelven, és elkészítette és megjelentette önéletrajzi kötetét is. Széleskörű nyelvismeretét, amelynek itt is szép példáját adta az előadásában, és sokoldali érdeklődését mutatja, hogy példátlanul sok, több mint 170 recenziót írt. Publikáció közül kiemelkedik a Katolikus Egyház magyarországi történetéről és a Vatikán keleti politikájáról írott munkája. Az egyháztörténeti kutatások hazai előmozdítására alapvető jelentőségű kézikönyvet készített. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy idegen nyelvű recenziói révén a magyarországi egyháztörténeti munkák külföldön is ismerté váltak. Az általa szerkesztett egyháztörténeti sorozatban, Dissertationes Hungarici Exhaustoriae Ecclesiae, több magyar kéziratot jelentett meg és mentett meg a feledéstől. Az Ungar Jahrbuch német nyelvű folyóirat szerkesztőbizottsági tagjaként számos hazai szerző tanulmányának külföldi publikálását segítette elő. Kiemelkedő tudományos munkásságáért a Varsói Kardinál Wyszyński Egyetem tiszteletbeli doktorrá avatta. Itthon megkapta a Magyar Érdemre Tiszti Kereszt kitüntetést és a Fraknói díjat. De ezeknél fontosabb az a tisztelet, megbecsülés, amelyekben külföldi és hazai tanítványai, kollégái és ismerősei részt vetették azzal, hogy ritkaságképpen élete három neves évfordulóján is egy-egy ünnepi tanulmánykötetet készítettek számára. Közülük kettő Németországban, egy pedig Magyarországon jelent meg. Befejezésül idézem Adriáni Gábor általános érvényű jelmondatát, idézet következik. A történelmi igazság elfogulatlan feltárása minden egyház történész legszentebb kötelessége, idézet vége. Jelmondatát kiegészíti egy másik gondolata is, idézet. Nem azt teszi az egyháznak a jó szolgálatot, aki annak történetét elhallgatja, hanem aki annak valóságát őszintén feltárja, idézet befejezve. Még akkor is, ha ez nem tetszett mindenkinek, Adriáni Gábor tartotta magát ehhez a szakmai utvarláshoz. Most pedig laudáció és a nyílés befejezéseként átnyújtom a Akadémia külső tagságról szóló diplomát részét.